Csokoládé és keksz válogatások, mozijegyek, társasjátékok kicsiknek és nagyobbaknak, kézimunkázó csomag, plüss állatok, Lego készlet. Csak néhány azok közül a szinte névre szóló ajándékok közül, amelyet a hegyvidéken működő Sztélo Gábor gyermekotthon lakói kaptak a kerületiektől. Pontosabban azoktól az adakozó és portos lakóktól, akik néhány nappal ezelőtt neveztek az itthon 8. alkalommal megrendezett rondapulcsis futóversenyre, és nevezési díjként mindenki valóra váltotta a gyermekotthon egy-egy lakójának a kérését. Mivel itt a Sztélo Gábor gyermekotthon olyan gyerekek élnek, akik elveszítették a családjukat, és nincsenek abban a helyzetben, hogy a szüleiktől tudnának kérni ajándékokat. Ezért megkérdeztük, hogy milyen konkrét kívánságaik vannak, és mi ezt hirdettük meg, a konkrét kívánság listát hirdettük meg a futók körében, és azt kértük, hogy ezeket a konkrét ajándékokat hozzák. Fonti Krisztina azt is elmondta, hogy a rondapulcsis verseny szellemiségét és üzenetét mindenki komolyan vette, az is, aki nem tudott elrajtolni. Havas eső volt, kicsit féltünk, hogy kevesen fognak eljönni. Az időjáráshoz képest nagyon sokan eljöttek, és egy különös dolog, amit szeretnék kiemelni, hogy akik betegek lettek, vagy az időjárás miatt nem jöttek el, azok is vagy már a futás előtt, vagy pedig a futást követő két napban most elhozták, behozták a kulturális szalomba az ajándékokat, és mindenki, aki ígért ajándékot, aki nevezett, az mindenki elhozta az ajándékokat. A kérések elég színes listát adtak ki, ugyanis az intézményben élő gyerekek korábbi élethelyzete, kora és érdeklődése is jelentősen eltér egymástól. Ez egy normál szükségletű gyerekotthon, ami azt jelenti, hogy 3 éves kortól egészen 18 éves korukig lehetnek a gyerekek. Ide bekerülés az egy gyámhivatali határozat alapján történik, tehát hogyha veszélyeztetve van egy gyerek a családjában, és ott nem lehet megoldani az alapellátás segítségével, és azt javasolják, hogy kerüljön a gyermek a gyerekotthonba, akkor ez is egy lehetőség a mi telephelyünk, hogy ide kerüljenek gyerekek. Az otthon vezetőjétől megtudtuk, hogy az évvégi ünnepekre a gyerekek egy része hazamegy, ám a többiek esetében a szokásosnál is nagyobb jelentősége van ezeknek az ajándékoknak. A kis csomagok átadására egy különleges vendéget is hívott a gyermekotthon. A 91 éves Andrássy Andor egyike volt azoknak a gyermekeknek, akik a világháború idején, illetve azt követően kerültek ide. Annó nem volt ilyen gazdag a karácsony, ám a családjukat vesztett gyerekek közt óriási volt az összetartás. Akkor szinte semmiből kellett élni, tehát mindent nekünk kellett megteremteni. És ezért az együtt való munka, az egy cél érdekében végzett munka, az összehozta a különböző gondolkodású gyerekeket. Úgyhogy akik innen kimentek, azoknak legnagyobb része úgy éltem meg az itteni időszakot, hogy kvázi, akikkel együtt élt, azokat mint egy testvérüknek tekintették. Az otthon mai lakóit inkább a közös sors és az itt dolgozó nevelők kovácsolják össze, és karácsonykor az ajándékok bontása a közös öröm, amihez a hegyvidéki rondapulcsisok is hozzájárultak.